Sziasztok, most a Skill Challenge 2012-t fogom bemutatni. Ez Mac-re is, PC-re is ingyenes. De ahogy láthatjátok, elég sok szponzor jó voltából. Nézzük is a játékot, play, itt vannak a pályák. Különböző időjárás is van. Van ez a minimód is. Mindenki jegesbe. Minimód az egy ilyen érdekes, tehát ott nincs megadva, hogy milyen úton kell elmenni. A lényeg, hogy lefele kell menni, ezt már nem próbáltam ki. De elég nehéz egyébként a sima mód is. Nézzük ezt a legalapabb pályát. Mondjuk legyen egy Ice, inkább legyen egy Fresh Snow, az kellemesebb. Itt pedig ki tudjuk választani a stílust. Ez a Beginner, Classic, Extreme vagy Custom. A Customben vagy egyébként bárhol kicsit bele lehet nyúlni, hogy mennyire tudjon fordulni. Milyen legyen a tartása, mennyire legyen gyors, mennyire tudjon behajolni, stb. Mi itt a beginnerbe megyünk. Ez általában egyébként kezdődnek elég jó. Most itt valószínűleg kicsit jobban fogok menni, mint általában, hogyha majd ti is kipróbáljátok. Nem ennyire egyszerű a játék, elég nehéz, meg én már azért valamennyire ismerem ezt az első pályát, mert már négyszer lementem rajta, vagy ötször. De nagyon-nagyon sokat szívtam az elején. Tehát, hogyha egyet kihagysz, akkor újra kezdheted az egészet. Itt az a lényeg ugye, hogy van egy Ghost, az a Sabri, és őt kell legyőzni. Hogyha ez sikerül mindegyik pályán, akkor ugye akkor nagyon ügyesek vagytok. Egyébként a Ghostokat vissza is lehet játszani. Elég jól megyek. És utána meg lehet ugye online is nyomni, lehet versenyezni, ki lesz a jobb idő. Én még online nem olyan játszottam, amúgy a regisztráció nagyon egyszerű. Meg kell adni e-mail címet, így ott lehet kamu e-mail címet is megadni. És hogyha minden megvan, be kell írni, felhasználom levelet jelszót, és már játszhatok is online. Szintén ezt is ingyen. A Raiffeisen meg ilyesmi, ez benne van, de hát ez minket nem érdekel. Ez egy fizetős játékban is ugye benne vannak a szponzorok. Elég hosszú a pálya, itt a térképen lehet látni, hogy hol vagyunk. Még mihez képest van hozzánk a Ghost. Azt hiszem, aztán nem, azt nem lehet látni. Mi vagyunk a piros vonalon. Most eléggé jó időben vagyok. Nem, az a kicsi kék az a Ghost akkor. Nagyon állat. A végén egyébként mindig el lehet menteni, hogyha van nagyon trükkösen vagy extrémen mentjük, és úgy gondoljuk, hogy ez érdekes lenne, akkor ott el lehet menteni a replayeket. Hú, hát most kicsit itt vibrál, azt nem tudom miért, de hát kész vagyunk, ez a lényeg. A replayeket vissza lehet majd játszani, el is lehet menteni bármikor. 23 másodperccel rávágtam, az elég jó. És így tizedik vagyok, hát még gyúrni kell. De ez már az internetes listán, ugye. Akkor menjünk vissza a main menübe. Hát ilyen a játék. Igazából egy kellemes, síelős játék. Nem nagyon találtam benne hibát. Pont annyi, amennyit ad. És ingyen van. Úgyhogy, ha már nincs kint hó, süt a nap jelenleg, kisebb felhő van, de hó nincsen, és azt mondja az időjárás, hogy egyelőre nem is lesz, úgyhogy akkor síeljünk legalább így virtuálisan. Sziasztok!